Ellenzéki politikusok ellen indított lejárató kampányjal és koncepciós perekkel riogat a közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke élesen támadta a rendőrséget és az igazságszolgáltatást. Azt állította, hogy a hatalom hazuk szolgálatába szegődnek. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy Gyurcsány Ferenc a kétségbe esett fenyegetőzés helyett inkább mondassa le az elítélt beosztottjait, Varjú Lászlót és Fekete Győr Andrást. Való László és Fekete Győr ügye nem az első és nem az utolsó, ahogy látom az elmúlt napok történéseit. A hatalom lejárató kampányt fog indítani az ellenzéki politikusokkal szemben. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalára feltöltött videóban. A DK elnöke azzal vádolta meg a kormányt, hogy az nem riad vissza attól, hogy koholt vádakkal hurcoljon meg baloldali politikusokat. Megpróbálja befeketíteni az ellenfelét, ha kell, akkor koncepciós eljárásokat indít. A 2006-os rendőrterror idején hatalomban lévő egykori miniszterelnök azt mondta, sajnálja, hogy ebben hajlandó közreműködni a rendőrség és az igazságszolgáltatás egy része is. A demokratikus koalíció vezetője úgy fogalmazott, Magyarországon jelenleg az igazságszolgáltatás valójában a hatalom hazug szolgálatába szegődik. Varjú László vádlottat bűnösnek mondja ki. Varjú Lászlóról egy hónapja mondta ki a bíróság bűnöző. A dk politikus 2018. decemberében az MTV-a székházában az élőadást akarta megzavarni, amikor az üzemi területet védő munkáikat végző őröknek rontott. Amikor a politikus támadó magatartása miatt ki akarták vezetni az épületből, ellenállt és a biztonsági szolgálat egyik munkatársát el is gáncsolta. A dulakodásban egy őr nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az ítélet ellen Varjú László fellebbezett. Egy füst dobtam. 2018-ban Fekete Győr András a munkatörvénykönyve ellen szervezett tüntetésen egy füst dobott a rendőrök közé. A bíróság hivatalos személy elleni erőszak elkövetésében találta másodfokon bűnösnek a baloldali politikust. Az ítélet nem jogerős. A DK elnöke ma megkezdte a bűncselekményekkel vádolt embereinek a mozdatását reagált Gyurcsány Ferenc kijelentéseire a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője azt írta, az kiabál, akinek a háza ég. Ezek szerint van vaj a baloldali politikusok füle mögött, ha már Gyurcsány is előre menekül. A politikai ellenfelek okolása, magyarázkodás és fenyegetőzése a büntető eljárások miatt. Emelte ki Kocsis Máté, majd úgy folytatta, Gyurcsány úr, jól ismerjük már a sok évtizedes kommunista tükjeiket. Mindig azzal vádolják az ellenfeleiket, amit saját maguk követnek el. A kétségbeesett fenyegetőzés helyett pedig inkább mondassa le a már elítélt beosztottjait. Varjut és Fekete Győrt hangsúlyozta a politikus. Ebből a posztból talán ki is derül, hogy mégiscsak vaj van az elvtársak füle mögött. Gyurcsány Ferenc nyilván attól fél, hogy történtek olyan dolgok, amelyeknek következményei lehetnek nyilatkozta Zsigó Róbert, a Fidesz frakció vezető helyettese az m nek Nagyon sokan tudják már, hogy a e, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely a tönkretették az ország leggazdagabb önkormányzatát. Itt tele vannak folyamatos botrányokkal, hét Karácsony Gergely pénzgyűjtő ládikálja a fekete dollárokkal, csúszó pénzek és most úgy látszik, hogy attól félnek, hogy kiderül, hogy kihez vezetnek a szálok. Gyurcsány Ferencnek a rendőrség és az igazságszolgáltatás ellen megfogalmazott vágyairól Zsigó Róbert azt mondta, az tisztán kommunista tempó, minden ilyet vissza kell utasítani.